Az ünnepség az újvárosi református templomban kezdődött, ahol a nyolcadikos diákoktól elköszöntek az alsóbb évesek, majd a tarisznyát is megkapták útravalóul. Kotormán István református lelkész arra hívta fel a ballagók figyelmét, hogy az életben mindig a tiszta tudást, értékeket, valamint érzelmeket keressék. A templomból a fiatalok átvonultak az iskolájukba, az udvaron megkongatták a harangot, majd végigjárták a termeket, így intve búcsút az általános iskolás éveknek. Az intézmény hagyományaihoz híven közösen fát ültettek, valamint galambokat is engedtek az égbe egy-egy kívánsággal. Bertus Barca Csabáné igazgató stábunknak elmondta, az ifjak egy mérföldkőhöz érkeztek, hiszen egy korszak lezárult az életükben, azonban hamarosan újabb kihívások várnak majd rájuk. Sikeresen teljesítették azokat a követelményeket, amit egy általános iskolásnak kell. Nyilván nekünk nagyon fontos a nevelés is az oktatás mellett, hogy olyan lelki és erkölcsi útra valóval bocsássuk el őket, amiben a középiskolában meg fogják állni a helyüket, és az utána következő években is. A ballagókat Bertényi Andrea osztályfőnök kísérte több éven keresztül. Én nagyon megszerettem őket, én borzasztóan sajnálom, hogy már nem lehetünk együtt. A szülőknek nagyon nagy szerepe van, hogy idáig eljutottak. A tanáraik ugye hozzátették a tudásukat, és a nevelésüket is természetesen. Úgy látom, hogy ők is sajnálják, hogy azért elmennek, mert a könnycsepp a szemükben látszódik. A 18 fős osztály tagjai zömében szakközépiskolákban folytatják tovább tanulmányaikat, mint Kosdi Barbara és Juhász Rihárd Roland is. Mezőhegyesre megyek át a Kozna Ferenc iskolába, lovász szakra, így inkább akkor a mezőgazdaság felé hajlottam. Igazából már, amióta az eszemet tudom, mindig is a lovakat imádtam, és mindig velük akartam volna dolgozni. Mert nagyon sok rokonom és ismerősöm van ezen a téren, a mezőgazdasági téren, és hát úgy lett kiválasztva, hogy akkor én folytatom ezt az ágat. Stábunk a Signum és a Kávin iskolák ballagási ünnepségein is jelen volt, melyekről részletesen csütörtök esti híradónkban számolunk be.